Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most, és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk! Dicsőséges Úrunk, Jézus Krisztus, megalázzuk magunkat előtted, és komolyan akarjuk venni, amit te mondtál magadról, hogy néked adatott minden hatalom mennyen és földön. Áldunk téged, hogy szenvedéseid során is királynak vallottad magadat, és olyan világosan elmondtad annak a pogány embernek, hogy a te országod nem e világból való. Magasztalunk azért, hogy mint mindenható király is, mindvégig szelíd és alázatos maradtál. És ilyen szelíden és alázatosan győztél. Dicsőítünk a kereszten aratott győzelmedért. Köszönjük, hogy odaszegezted a mi adós levelünket, és lefegyverezted a gonosznak minden seregeit, őket bátran mutogattad, diadalt adtál rajtuk. Köszönjük, hogy feltámadásoddal, mint utolsó ellenségünket, a halált is legyőzted. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor nem veszük komolyan ezt a te egyedülálló nagyságodat, és azt, hogy minden hatalmaddal, ami javunkat munkálod. Bocsáss meg, amikor kételkedünk képességeidben, kétségbe vonjuk ígéreteidet, nem hisszük el, hogy igaz, amit mondasz. Légy irgalmas nekünk bűnösöknek. És bocsáss meg, amikor a magunk kicsi és múló hatalmával is olyan nagyra vagyunk, úgy tudunk büszkélkedni, éreztetni vélt vagy valós fölényünket másokkal, és nem mások javára, hanem sokszor kárukra használjuk azt, amit tőled kaptunk. Légy irgalmas nékünk bűnösöknek. És kérünk, ragyogtasd föl előttünk most a te hatalmadat és a te alázatodat, és ennek a titkát, és a te szent lelked munkálkodjék bennünk, hogy megkívánjuk azt az utat, amelyiken te jársz, és amire hívsz minket. Kérünk, hogy te tégy képesek ki arra, hogy elinduljunk, vagy újra elinduljunk, vagy sokkal bátrabban haladjunk ezen. Köszönjük ezt a csendet, köszönjük a gyülekezet közösségét, és köszönjük legfőképpen a te igédet. Köszönjük, hogy minden neveden felül felmagasztaltad a te beszédedet. Ajándékozz meg minket ezzel az újjáteremtő igével. Formáld az életünket. Annyira rád szorulunk mindnyájan. Te adj nekünk igazi vigasztalást, kérdéseinkre értelmi választ, terheinkhez erőt, bűneinkre bocsánatot. Ajándékozz meg minket önmagaddal, a veled való mély, igazi közösséggel, ami bearanyozza már a földi életben hátralevő időnket is, és ami örök élettel ajándékozz meg minket. Amen. Szeretném felolvasni az Zakariás könyvéből azt a proféciát, ami világvasárnap teljesedett be, és aztán az egész világvasárnapi történetet a Máté evangéliumából, de ez hosszú lesz, úgyhogy foglaljunk helyet. A Zakariás könyve 9. részének 9. és 10. versei így hangzanak. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.
alázatos és szamáron ül, szamál csikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. És ennek a beteljesedését olvassuk a Máté evangélium a 21. részében, az első 16 verset hallgassuk meg. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása, mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, ikavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról és az útra szorták, az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, megharagudtak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Kedves testvéreim, ma a világvasárnapi történetnek nem egyetlen részletét szeretném elemezni, hanem tekintsük át röviden az egész szenvedés történetet, beleértve a világvasárnapi eseményeket is, és vegyünk észre egy óriási különbséget Jézus és az ő ellenségei között. Mi jellemezte ezeknek a sorsdöntő eseményeknek során a mi megváltónkat és az ő ellenségeit? Roppant jellemző ez, és nagy kérdés, hogy melyikhez állunk mi közelebb. Jézus ellenségei ekkor már teljesen beszűkült tudattal csak arra összpontosítottak, hadd mondjam ilyen durván, mert így élt bennük, hogy Jézust el kell tenni láb alól. Egyetlen cél vezette őket, bármiről volt szó, mindig ez jutott eszükbe, Jézust meg kell ölni. Mégpedig lehetőleg a nagy páska ünnep előtt. Mivel azonban tudták, hogy népszerű, ez titokban,
csendben, Károli olyan szépen fordítja azt a nehéz görög szót, zenebona nélkül akarták végrehajtani. Jézust ezzel szemben teljesen az vezérelte, hogy hogyan teljesítse mennyei atya akaratát, hogy elvégezze küldetését, és megmentse az embereket, köztük ellenségeit is, hiszen még a kereszten is mentegette őket, imádkozott értük. Jézus ellenségeit gyilkos indulat vezérelte, az ő halálát készítették elő. Ezzel szemben Jézus éppen szenvedése és kereszt halála árán az életet tette hozzáférhetővé mindenki számára. Ellenségei készek voltak feláldozni őt és bárkit, bármit saját céljaik eléréséért. Jézus kész volt feláldozni önmagát, másokért, ellenségeiért is. Az előbbi indulatról tudjuk, hogy azt mindig az ördög piszkálja föl az emberben. Róla mondta a megváltó, hogy ember ölő volt kezdettől fogva. Az utóbbiról meg tudjuk, hogy Isten szent lelke segít el mindenkit erre a magatartásra. Ugyanakkor érdekes fölfigyelnünk arra, hogy Jézus ellenségei kényszerpályán mozognak. Mindenképpen meg akarják őt ölni, de már nem gondolkoznak. Sokan már meg se tudják mondani, hogy mi bajuk van tulajdonképpen Jézussal, hogy mit old meg, ha őt megölik. Egyáltalán megoldás ez, vagy ha az, nincs-e valami más megoldás is. A józanság, a tárgyilagosság teljesen hiányzik már azokból a tárgyalásokból, tanakodásokból, amikről olvasunk ezzel kapcsolatban. Idegesek, szorítja őket az idő, a Páska ünnep előtt ezt le kell valahogy bonyolítani. Jézus pedig teljesen szabad. Fölötte áll az eseményeknek, nem sodródik, sőt ő irányítja az eseményeket. Tudatosan és célszerűen cselekszik, ura minden helyzetnek. Nem bújik el a fenyegető veszély elől, nem fenyegeti erejét fitoktatva ellenségeit, nem kezd rejtőzködni, szembe megy az ellenséggel, feltartóztathatatlanul halad célja felé, nyugodtan és legyőzetve is legyőzi őket. A világtörténelem legnagyobb győzelmét a kereszten adta. A Kolossai levél második részében Pál apostol nem győzi ezért magasztalni őt, és keresi a szavakat, hogy hogy lehet leírni ezt a kozmikus győzelmet, hogy Jézus a kereszten lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt hajtott rajtuk. Ez a nagy különbség a kétféle gondolkozás között. És egy picit nézzük meg most részletesebben is, hogy mit összeszerveztek Jézus ellenségei azért, hogy őtőle megszabaduljanak. Már korábban ügynököket küldtek utána, akik figyelték és jelentették, hogy mit tanít és mit cselekszik. Aztán kerestek a közvetlen közelében valakit, aki megvesztegethető. Ez volt Júdás. Neki volt egy gyengéje, a pénz beteges szeretete. És amikor pénzt ígértek, hogyha kiszolgáltatja nekik Jézust, vállalkozott erre. Tökéletesen előkészített akció volt az, ami a Getsemáne kertben történt. Az időpont, a helyszín, a titkos jel, a Júdás csók, minden gondosan elő volt készítve. És az egyetlen fegyvertelen Jézus ellen egy elképesztően nagy létszámú, felfegyverzett sokaság vonult fel. Még azon az éjszakán lezavarták a koncepciós pert, a halálos ítélet természetesen már előre készen volt, úgy, ahogy ez a későbbi századokban is történni szokott. De az összes többi szennyes eszközt is elővették a készletből, mert Pilátust rá kellett venniük arra,
vagy nehogy meghiúsítsa tervüket, vagy nehogy késleltesse Jézus megölését. Éppen ezért érdemes végigolvasnunk azt a történetet, hogy hemzsegnek ezek az eszközök, mint hangulatkeltés, megvesztegetés, zsarolás, csúsztatás, közönséges rágalmakkal, hazugságokkal való vádolás, fizetett hamis tanúknak a tanúskodása, akik aztán belekeverednek a saját hazugságaikba, le kell állítani őket. Minden, az egész fegyvertár ott van, csak hogy Jézus életét minél előbb kioltsák. És délben már állt a kereszt, naplemente előtt kiszenvedett Jézus. Sikerült. Elérték a céljukat. És eközben Jézusnak egyetlen fegyvere van, amit használ, a szeretet. Kimondhatatlanul szereti mennyei atyát, akinek feltétel nélkül engedelmeskedik mindenben. Engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. És kimondhatatlanul szereti az embereket, köztük az ellenségeit is, minket is, és mindent megtesz a megmentésükért. És ez is sikerült. Ugyanakkor az események során folyamatosan nyilvánvaló Jézus isteni fölénye. Pontosan tudja, hogy Júdás mire készül, és hagyja kibontakozni az eseményeket. Amikor ez a nagy csapat megérkezik az ő letartóztatására, és ő csak annyit mond, hogy én vagyok, a fölfegyverzett vitézek hátra hőkölnek, az ő isteni hatalma ott működik. Heródeshez, aki nagyképű kérdéseket és kéréseket intéz hozzá, egy álva szót sem szól, szóra sem méltatja. Pilátust, a mindenhatót kioktatja, hogy semmi hatalma nem lenne, ha Istentől nem kapta volna egy időre, és még a kereszten haldokolva is rendelkezik, gondoskodik édesanyjáról, és isteni teljhatalommal, azonnali hatállyal beutalja a mennyországba azt a vele együtt megfeszített gonosztevőt. Micsoda fölényes hatalom, amit nem fölényesen, hanem mérhetetlen alázattal gyakorolt. Jézus útjának a végén ott van a teljes győzelem. Ennek az ára kimondhatatlan szenvedése és bűn nélküli életének a feláldozása, de kiszabadított minket az istentelenségnek, a reménytelenségnek, a magunkra hagyatottságnak a szorításából, a pokolból. És egy utat végül is az minősít mindig, hogy hova vezet. Ha valaki azon végigmegy, hova érkezik meg? Az ő ellenségeinek az útján voltak látványos sikerek, de tudjuk, hogy a pusztulásba vezet. Jézus útján voltak és vannak ma is szenvedések, de ő maga mondta, hogy ez az egyetlen út, ami biztosan az életre vezet. És hogy mi jellemzi ezt a jézusi gondolkozást, lelkületet, utat, életmódot, azt éppen a virágvasárnapi események szemléltetik a legjobban. Virágvasárnap volt Jézusnak néhány olyan rá nagyon jellemző gesztusa, ami rendkívül világosan megmutatja, hogy ki ő, hogyan gondolkozik, miért úgy, és mire hívja azokat, akik benne hisznek. És ezek a gesztusok éppen azok voltak, amikről az ószövetségi proféciákban is szó van már. Ezek közül csak egyet olvastam most, Zakariásét, aki olyan szépen és olyan természetesen egymás mellé tesz két egyébként össze nem illő megállapítást. Azt mondja, hogy királyod jön neked, aki igaz és szabadító, és uralma a föld egyik végétől a másikig ér. De ez a király alázatos és szelíd, ennek a jeleként Szamárháton vonul be Jeruzsálembe, ami azt üzente, hogy békességet hoz.
és kiírtja a fegyvereket, olvastuk, és békét teremt a népek között. Mindenható király, aki mégsem magdalkozik, hódít, nem zsarnok, hanem szelíd és alázatos, és békességet hoz. Ezért volt nagyon fontos üzenete annak, hogy Jézus nem diadalmasan, lóháton, fegyvert forgatva a kezében vonult be a Szentvárosba ezen a nagy ünnepen, amivel mintegy jelt adhatott volna, hogy utánam kiverjük a rómaiakat, hanem fegyver nélkül, csendesen, szelíden, igavonó állatnak a hátán, és ebből mindenki értette, hogy nem számíthatnak arra, amit nagyon vártak tőle némely csoportok, hogy húzza már elő a kardot és csapjon oda az ellenségnek, más ellenséget fog ő legyőzni, azt, amiről születése, testélétele előtt már szólt a profécia, hogy nevezd őt Jézusnak, szabadítónak, mert ő szabadítja meg az ő népét, annak bűneiből. Jézus a bűntekinti ellenségnek, és azt fogja most legyőzni. Aztán a másik, nagyon elgondolkoztató mozzanat, hogy amikor egy dombtetőre élve meglátja a szent várost, annak leszél világító fehér épületeit, akkor sírva fakad. Sír a király. Harsog a tömeg, idézik a Zsoltárt, Hósianná, Uram segíts, áldott, aki jön az Úrnak nevében, te vagy a Dávid megígért utóda, te vagy a Messiás, ő pedig sír. Miért? Mert tudta azt, hogy népe hitetlenségét a szörnyű pusztulás fogja követni. Mert ő sokszor hívta megtérésre ezt a várost, ennek a lakóit, és nem hallották meg. Most viszont letelt az idő. Van ilyen, hogy nincs több lehetőség a megtérésre. És Jézusnak ez fáj. Őt utasították vissza, és mégis ő siratja őket. Első útja a templomba vezet. Ott helyreállítja az isteni rendet, hogy a templom az Isten háza rendeltetésének megfelelően működjék. Aztán jönnek hozzá betegek, vakok, sánták, és olyan egyszerű információként van leírva, meggyógyította őket. És amikor a hozsánnázó gyerekekre rászólnak a nagyokosok, akkor megvédi a gyerekeket a hivatalosokkal szemben. Még ott is. A kicsinyek, a kiszolgáltatottak, a nyomorultak, a nyomorékok. Mindenkinél fontosabbak neki. Mindennél fontosabb az Isten által fölállított rend, amit helyre kell állítani, és mindenkinél fontosabbak, akik rászorulnak, tudják, hogy rászorulnak, és hálásan fogadják az ő segítségét. Ez a jézusi attitűd. Szamárháton vonul be a király, mert békét hoz. Sírva fakad a nép lelki elesettségén, mert fáj neki minden keménysége ellenére. Első és utolsó útja a templom, hogy az isteni rend helyre álljon. És aztán aki csak hozzámegy, és kéri, és elfogadja az ő segítségét, az kapja tőle. Néhány nappal később még egy gonosztevő is élete utolsó pillanataiban ott a kereszten. Amit most elmondtam, ezt körülbelül mindannyian tudjuk, az ismeret szintjén. A kérdés az, hogy melyik út okon szenves nekünk. És az ennél is fontosabb kérdés az, hogy pillanatnyilag melyik úton járunk. Vannak sokan ismerőseim között is, akik vágyakoznak erre a jézusi gondolkozásra és életre, de félnek is tőle. Vágyakoznak, és mégsem indulnak el.
Ők elítélik azt a másikat, de ugyanakkor irigylik is azokat, akik azon járnak. És elmagyarázzák, hogy értsen meg, hogy ott lehet boldogulni. Meg ilyen körülmények között és ebben a világban nincs választása az embernek. Vagy használja a könyökét és az öklét, vagy kiütik és leütik. És ebben sok igazság van. A kérdés csak az, hogy merünk-e mi bízni ennek a Jézusi útnak a végében, a győzelmében. Az, hogy ki melyik úton jár, és hogy helyesen látja-e, hogy melyiken érdemes járni, az attól függ, hogy mit válaszol az ilyen kérdésekre. Csak a pillanat érdekli-e, vagy az út vége határozza meg a döntését, hogy melyiken indul el. Az-e a fontos neki, hogy ő jól érezze magát, vagy az a fontos, hogy elvégezze az Istentől kapott küldetését. Akkor is, ha közben nagyon sokszor rosszul érzi magát, mert erről gondoskodnak azok, akikért végzi a küldetését. Meg arra a kérdésre is válaszolni kell, hogy az-e a fontos, hogy megérje nekem az, amit most teszek vagy nem teszek, vagy pedig az a fontos szempont, hogy elég hasznos vagyok-e azoknak, akik közé Isten letett. A világ vasárnapi megváltó mind a három kérdésnek a második felét vallotta a magáénak. Nem a pillanat befolyásolta, hanem az út végét tartotta szem előtt. Sose gondolt arra, hogy ő jól érezze magát, mindig az atyától kapott küldetés teljesítése volt fontos neki. És sose kérdezte, úgy, ahogy mi szoktuk, hogy megérje, hogy valamit tegyen, vagy valamiről lemondjon, hanem mindig azt nézte, hogy szükségük van-e erre másoknak. És ha igen, kerül, amibe kerül. Még ha az ő életét kell letennie, azt is vállalja. Jézus feltámadása bizonyítja, hogy ezen az úton győzelem vár arra, aki végigjárja ezt. Lesz olyan, hogy átmenetileg egyedül marad, kigúnyolják, hátratételt szenved, fizikai vagy lelki szenvedésekben lesz része, de ha az út végére néz, az Istentől kapott küldetése lebeg a szeme előtt, és mindig az fontos neki, hogy másoknak mi jót tehet, mivel gazdagíthatja az életüket, akkor mégis boldog lesz. Boldogulni a gonoszok útján lehet jobban és könnyebben. De tartósan mindvégig boldoggá válni csak a Jézusi úton lehet. Kérdés, hogy ki hiszi ezt el, aztán még nagyobb kérdés, hogy ki lép rá erre az útra, és ki fogja ezt megtapasztalni. Jó lenne, ha egészen személyes imádságunká válna a jól ismert ének, szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd. Követni híven, mint ő, atyám parancsait. Akarjuk ezt. Imádkozzunk. Úgy Jézus Krisztus, áldunk téged azért, hogy valóban úgy van, ahogy több alkalommal mondtad is, példát adtál nekünk. Magunktól eszünkbe nem jutna az, hogy így is megpróbáljunk élni, és magunktól nem is vagyunk rá képesek. Köszönjük, hogy a te példád ott hagyog előttünk, és látjuk azt, hogy érdemes így élni, sőt, csak így érdemes élni. Könyörülj rajtunk, és a te szent lelkeddel győzz meg minket erről. És miközben úgy tűnik, hogy sok szempontból nem csak nehéz, hanem lehetetlen, kérünk, hogy te tegyél mégis képesekké erre. Mutasd meg nekünk, Urunk, hogy ebben a tőled egyre messzebb sodoródó világban, ebben a démonizálódó szellemi környezetben, hogy jelenhetnek meg bennünk mégis
a te jellemvonásaid. Nem mi akarunk erőlködni, nem akarunk hősködni, de szeretnénk engedelmeskedni neked. Mutasd meg, hogy ez mégiscsak lehetséges. Köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd sokféle megoldatlanságunkat, nyitott kérdésünket, vágyainkat és félelmeinket, meg a kettőt együtt, és köszönjük, hogy te adsz ezekből szabadulást, a kérdésekre választ, tanácstalanságunkban eligazítást. Kérünk téged, ajándékozz meg ezen a héten sok csenddel bennünket. Adj bátorságot félretenni minden fölösleges tennivalót, és az egy igazán szükséges dologgal törődni. Telej át figyelni, téged kérdezni, a te ma is élvényes, igaz igédet tanulmányozni, és közben juttass el minket világossága, tisztán látása. Hadd táguljon ki körülöttünk a horizont. Segíts, hogy ne csak a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra is. És engedd, hogy egyre mélyebb, valóságos közösségünk legyen veled, aki győztél a kereszten, és győztes Úr vagy ma is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretném kérni a testvéreket, hogy készüljünk az ünnepe. Ne engedjük, hogy az istentelen világ magával sodorjon minket, és az Úr Jézus kereszthalálára és feltámadására való méltó emlékezés és annak az ünneplése helyett sok hitvány dolog töltse ki az időnket, vagy emészze el egyébként is csekély anyagi erőinket. Jó lenne komolyan venni, hogy egy a szükséges dolog, és jó lenne ezt a jót választani. Ünnepek tájékán erre különösen is oda kell figyelnünk. Maga pedig a békességnek Ura adjon nektek mindig, minden körülmények közt békességet. Az Úr legyen veletek. Amen.